Az minden esetre önmagában fantasztikus, hogy ezek egyáltalán megvannak, még a színházakban sem szokott nagyon megtalálható lenni. Aha, ezek a másolt, akkor még volt ilyen, hogy Kotta másoló, tehát nem voltak ezek a szoftverek. Kovács Nagy Gyuri adott nekem egy forgatókönyvet, és adott nekem a forgatókönyvben ilyen készen leírt szongszövegeket, mondván, hogy én azokra csináljak zenéket, tehát csinálják néhány szongot a filmből, és 4-5 ilyen zenét, dalt csináltam a vázlatot, hát elég vázlatosan, amik neki nagyon tetszettek. A figurákat megkaptam különböző rajzokon, ilyen celeken, és a Gyurival időről időre találkoztunk és beszélgettünk, és bizonyos dolgokat próbáltunk eldönteni. Például az is érdekes dolog, hogy itt ugye arról volt szó, hogy először elkészítjük a zenét, majd igaziból arra mozgatják, animálják a filmet. Hiába voltak meg a figurák, az egész film azután készült, hogy különböző blokkokban elkészítettem a zenéjét. Az animációs, a mozgási folyamatokban nem folytam bele, de láttam helyszíneket ugyanilyen módon cell, megkaptam, sőt az én akkori egyik bérlakásom az volt az Anninak egyik ablaka, hogy kitekint, az ott volt a Kelenföld közelében. Most Anni, most miért vagy ilyen, hogy nem jössz el? Bocsáss meg! Ó, kérlek, bocsáss meg! De Annika, ha nem akarsz jönni, nem akarsz jönni, na ne bolondozz! A Filmintézet az Európai Cinematekek Szövetségének a tagjaként évek óta igyekszik segíteni a szövetség munkáját abban, hogy az európai restaurált filmeket népszerűsítsük, elsősorban az európai közönség felé. 2019 májusában létrejött a Seasons of Classics program, aminek az a lényege, hogy európai filmarchívumok frissen restaurált filmjeiket ajánlják az európai közönség számára. Ennek keretében mi is csatlakoztunk, és Kovásznai György Habfürdő című remek művét ajánlottuk a programba. Bekapcsolhatod a televíziót. A családtervezési ideálban a három gyerekes család szerepel. 2020. decemberében kezdődött el a felújítása a Habfürdőnek, azzal a folyamattal, hogy az archívum az új Scanity szkennerén beszkennelte a film képét. Ezzel le lehet rövidíteni a restaurátorok munkáját. Egy szoftverrel végigfuttatják, akkor gyakorlatilag a koszokat ez a szoftver kiveszi. Körülbelül 40 ember dolgozott ezen ugye a pandémia alatt, tehát bizonyos munkafolyamatok nehezebbek voltak, például Másik Jánossal csak úgy tudtunk dolgozni, hogy több fázisban elküldte neki a hangrestaurátor a hangot, és ő mindig véleményezte, hogy még milyen beavatkozásokat kellene csinálni. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a restaurálásban más filmalkotásoknál talán még fokozottabban is a hitelességre nagyon kellett törekednünk. Losonczi Árpád operatőrrel működtünk együtt, ő volt az, aki odaült a koloriszt Kovács László mellé a filmlaborban, és elmondta azt, hogy hogyan készült ez a film, hogy azok a bizonyos villódzások vagy flickerek, amikkel egy animációban például nagyon sokat küzdünk, ezek természetes velejárói voltak ennek a filmnek, a vonalak és azok a popártos fények, amik megjelennek ebbe a filmbe, azok a zeneritmusára hullámoznak. Tehát egyáltalán nem volt mindegy, hogy restaurátor vagy fényelő szakember hogyan viszonyul ahhoz az egyébként nagyon jó minőségben szkennelt képhez, amit a negatívról elő tudott a Filmintézet állítani. Ennyit a művészetről, képzelje csak, ez nem tréfa dolog. Az utóbbi időben már kezdtem félni, hogy elveszítem önmagamat. Már kezdtem azt csinálni, amit mások akarnak, nem pedig én. Habfürdő a 70-es évek magyar animációjának az egyik csúcs teljesítménye. Igaz, hogy 1980-ban mutatták be, de ugye az egész estés animációs filmek gyártása a 70-es évek elején indult el, és ez tulajdonképpen a harmadik teljes egészében magyar animációs
egész estés mozifilmünk, és az első, ami nem gyerekeknek készült, illetve az első, ami nem egy klasszikus irodalmi mű adaptációja. Most készült el ez a teljes körű digitális restaurálás. Tulajdonképpen ez a film amellett, hogy egy szokatlan darab a magyar animációban, mert hogy nem valamilyen klasszikus irodalmi műünket adaptálja, mint a legtöbb, a János Vitéz, Ludas Matyi, Vuk, Szafi, amiket a legtöbben ismernek, amellett a magyar animációra nagyon jellemző vizuális invenciózusság, kreativitás is jellemzi. Nagyon izgalmas a filmnek a látványvilága és az animációs stílusa, és ezt azt gondolom, hogy a restaurálás során sikerült még intenzívebb nézőélményé tenni. Hozzám egyszerűen annyira közel áll ez az egész filmnek, ez az összművészeti jellege, hogy tulajdonképpen mindent ötvöz, ami modern képzőművészeti törekvés, a korabeli közérzet és egyfajta dokumentarizmus is, ezt annak idején Anima Veritének hívták. Tehát, hogy ami engem mindig izgatott, és egyszerűen most minden elméleten túl, tehát iszonyú jó érzés volt belezuhanni ebbe a filmbe. Játékom, amitől még nagy koromban se fogok elválni. Úgy hívják, hogy Majomió. Jól emlékszem arra az atmoszférára, amit a 80-as évek jelentettek, és én azt gondolom, hogy mind a mai napig megtartotta azt a frissességét ez a film, amivel bemutatja azt a hangulatot, ami a 80-as évek Magyarországát, a 80-as évek Budapestjét jellemezte. Ehhez nyilvánvalóan nagyon nagyban hozzájárul másik János szenzációs zenéje, de Kovásznainak a hihetetlen rajzfilmes technikája, elképesztő virtuózitása, szellemessége, a karakterek kidolgozottsága, a dokumentum elemek, amelyeket beleszőtt a filmbe, visszarepítenek minket egy olyan korba, amit csak azok ismerhettek, akik abban már valamennyire öntudatosan éltek, és azt gondolom, hogy az új generáció számára is mindenkinek azt ajánlom, hogy kerítsen egy kis időt arra, hogy megnézze ezt a filmet, idősebbeknek azt, hogy nézzék meg újra, és a fiataloknak azt, hogy fedezzék fel, nagyon tartalmas szórakozás lesz. Az egy külön öröm számomra, hogy az online vetítés dátumának Kovásznai György születésnapját határoztuk meg május 15-ét, ezzel is tisztelegve az ő zseniéje előtt. Ideál az, hogy az emberek mozogjanak városokba, hogy szép lakásokban lakjanak, hogy fejlődjön a társadalom. Mindez együtt sokszor összeütközéseket produkál. Thank you.